Feci, azt hiszem, hogy te is jó német ismerő vagy, hiszen játszottál a Bundesligában. Mit szólsz a Kielhez? Én azt gondolom, hogy jó ellenfelet kaptunk. Itt nem lehetett meg könnyű ellenfelet kapni. Mindenféleképpen azt hiszem, hogy nagyobb nyomás a Kielen van, hiszen ők mind német rekordbajnokok és többszörös BL győztesek, őket minden évben a Final Four-ba várják, és nem csak oda várják, hanem hogy meg is nyerjék azt. Én azt gondolom, hogy nekünk fel kell készülni, hogy tettük ezt a Rijnekert Löwen ellen is. Tisztességesen felkészülünk és megküzdünk velük. Én azt gondolom, hogy ha tudunk két ilyen esztermérkőzést játszani, mint most is, akkor lehet esélyünk. Épp ezt akartam mondani, hogy nincs verhetetlen csapat. Én azt gondolom, ezek után nincs verhetetlen csapat, ahogy most játszottunk. Az biztos, hogy a Kiel talán egy fokkal jobb csapat, és ugye vezet is a Bundesligát, mint a Rijnekert Löwen. De meglepetés mindig lehet okozni. Én nagyon remélem, hogy sikerül még két ilyen mérkőzést játszani, mert ahhoz tényleg kell két extra mérkőzés, hogy meglepetést legyen. Azt hiszem, itt már nincs kívánságműsor, mit szólsz az ellenfelünkhez, a Kielhez? Hát nincs, abszolút. Abból a szempontból talán jobb ez így, hogy eddig azért jó arányaink vannak a német csapatok ellen. Remélem, hogy hasonló forgatókönyv fog majd alakulni az elkövetkezendő meccsekben is. Te ismered a Kielt, hiszen játszottál a Bundesligában, illetve játszottál a Pik Szegedben is ellenük. Mit vársz? Lehet esélyük? Hát úgy gondolom, hogyha így áll hozzá a csapat, ahogy hozzáállt a Rijnekert Löwen ellen, ezzel a mentalitással lesz keresni valunk, én úgy gondolom. Még keményebb meccsekre számítok, mint ami a Löwen ellen volt. Zsolti, mit szóltál a sorsoláshoz? Én annak örültem, hogy nem a Veszprémet kaptuk, és talán, hogyha az elmúlt mérkőzést nézik, ugye a másik két csapat, a Kielc és a Barcelonánál mind a kettőn, és spanyol edzővel, és spanyol stílus, talán a német az jobban fekszik nekünk. Úgyhogy mondhatni, hogy talán szerencsésebbek voltunk, mint az előző körben. Az biztos, hogy a Kiel készülni fog belőlünk, hiszen ugye a Löwen búcsúztattuk, még egyszer gondolom nem akarnak abba a folyóba lépni, amivel belelépett a Löwen. Igen, most már a meglepetés erejével nehezebben tudunk hatni, ugyanis sokkal komolyabban fognak venni minket. Úgyhogy biztos, hogy maximálisan fel fognak készülni ránk, és nem gondolom, hogy könnyű mérkőzésre fogják venni. Épp ezt akartam mondani, ezért a Löwen legyőzéséből bőven lehet erőt meríteni. Természetesen, ráadásul ugye úgy gondolom, hogy abszolút a Kielen lesz a teher. Nekünk ez egy óriási dolog, hogy idáig eljutottunk, és innestől már csak tényleg minden perc, amit a BL-ben töltöttünk, úgy gondolom, hogy egy nagyon, nagyon nagy dolog és egy nagyon nagy ajándék. Úgyhogy nekik megyünk, maximálisan biztos vagy benne, hogy rájuk is fel fogunk készülni, és a legjobb formánkat fogjuk hozni ellenünk, és meglátjuk, hogy mire lesz elég, de mindent bele fogunk adni.